Három feleség, egy, aki nemrég ment férjhez, egy, aki pár éve már házas, valamint egy, aki már 20 éve házasságban él, elhatározzák, hogy feldobják valamivel otthon a szexuális életüket. Abban egyeztek meg, hogy egy kis szadomazó módszert alkalmaznak majd, és az élmény után beszámolnak az eredményről. Egy hét múlva találkoznak, és elmesélik, mi történt. A friss házasságban élő hölgy azt mondja: a párom munkahelyén egy földigérő, fekete bőrkabátban jelentem meg. Becsuktam az iroda ajtaját, majd amikor ledobtam magamról a szerkót, és meglátta, hogy egy fekete bőrbikini van csak rajtam, annyira felizgult, hogy az ostort már nem is kellett használnom. Vagy szeretkezésbe kezdtünk az íróasztalán. A néhány éve házasságban élő nő a következőt mondta: nekem is hasonló élményem volt. Amikor a párom hazajött a munkából, én is fekete bőrszerkóban vártam. Kettőt rácsaptam a fenekére a bőrostorral, majd olyat szeretkeztünk, hogy egy második nászútra hívott. A harmadik hölgy, aki már 20 éve házas, némi tétovázás után őszintén bevallotta: rengeteget terveztem. A gyerekeket lepasszoltam a nagyszülőknél. Parfümös olajfürdőt vettem. Én is beöltöztem bőrszerkóba, még egy fekete maszkot is fölvettem. Amikor a férjem hazajött a munkából, lezuttyant a fotelbe, megragadta a tévé távirányítóját. Majd amikor rám nézett, csak annyit mondott: hé, Batman, mi van vacsorára?